Elsőként a Polaris 7 Crystal Harmony nevű készüléket fogom önöknek bemutatni. Aztán itt, amit látnak, ez a kicsi, ez a Polaris 50 polarizált fénnyel működő fényforrás, ez lesz a következő. Szeretnék néhány szót mondani a készülék megszületéséről. Egy furcsa hívás hatására 2016-ban kimentem Brazíliába. Brazíliában, Abatyányában van egy hely, ahol most azt lehet mondani, úgy lehet egy mondatba jellemezni, ahol most pillanatnyilag a Földön leginkább összeér a menny a Földre. Ez Jézusnak a spirituális kórháza, ahol sok-sok szellemi lény, entitás gyógyít úgy, hogy van egy médium, João de Deusnak hívják, Isten Jánosának, aki a gyógyító napokon átadja egész testét, egész tudatát, az egész szellemiségét átadja egy ilyen entitásnak, aki végzi a gyógyításokat. Már 10 milliónál jóval többen részt vettek ezeken a gyógyításokon, megszámlálhatatlanul sokan meg is gyógyultak. Pillanatnyilag ez a médium Isten Jánosa. Úgy tűnik, hogy Jézus sorsára fog jutni, üldözésnek van kitéve, be van börtönözve, és sajnos valószínűleg már ott is marad élete végéig, ami lehet, hogy nem sokában is következik. Láttam egy Crystal Eye nevű készüléket, ami egy ilyen hosszú rúdon 7 lámpa volt. A 7 lámpa hegyi kristály szűrő hasában kristályok köröztül színes fényeket bocsájtott ki, az egyes csakráknak megfelelő színeket, és durván másodpercenként egyet villantak fölváltva ezek a fények. Ezt az entitásoktól, tehát szellemi lényektől kapták az ottani fejlesztők ezt az ötletet. A lámpának az a megrendeltetése, hogy az emberi csakrákat, energiaközpontokat, ebből 7 fő energiaközpont, 7 csakránk van. Ezeket stimulálja, aktívabb működésre serkentse, illetve harmonizálja a működéseket. Nos, ez a készülék. Kiderült, hogy nekem ezért kellett oda kimenni, egy ilyen spirituális indítatás volt, hogy ezt a készüléket megismerjem, ezt a készüléket ott kipróbáljam, sok-sok alkalommal feküdtem alatta, és más emberként jöttem ki. Alóla minden egyes félórás kezelés után. Hát ezért kellett kimennem, hogy ezt a lámpát megismerjem. Itt láthatják az eredményt. Ennek a teljes megnevezése Polaris 7 Crystal Harmony holisztikus polarizált fényforrás. Most néhány szót mondok a tudásáról. 7 lámpa található a készülék aljában. Ez a 7 lámpa irányítható. Tenge irányba elmozdítható. És a különböző test magasságú embereknek máshol van nyilván a csakrája, oda lehet irányítani, ahol a csakrák vannak. Ezek a lámpák a csakrák fény színének megfelelő színűek. Hogy honnan tudjuk, milyen színűek a csakrák, ezt joggal kérdezhetik. Onnan tudjuk, hogy vannak látó emberek, vannak olyan médiumok, vannak olyan spirituális képességgel megáldott emberek, akikből akár több tucat is egymástól függetlenül ugyanarra az eredményre jut, ha az a kérdés, hogy milyen színe van például a szív csakrának. Zöld. Egyszerűen azt mondják, hogy zöld.
egymástól teljesen függetlenül. Tehát vannak hiteles, látó emberek, akik spirituális képességgel rendelkező médiumok, onnan tudjuk, hogy milyen színűek az auráink különböző betegségeknél, meg egészséges állapotban. Tehát a hét színnek megfelelő a csakra lámpáknak a sorrendje is. Aki itt fekszik, és már úgy hallom, hogy néha már kicsit el is szunnyad, hiszen megmondom, hogy miért szunnyad el ilyen gyorsan, azon kívül, hogy megnyugszik, más oka is van, hogy ilyen azonnal el tud aludni, már alszik. Az úr, 40 éve a barátom, dr. Mónus László, aki vállalta most ezt a szerepet, hogy ő lesz a páciens, de nem először fekszik már a lámpa alatt, úgyhogy tudta, hogy mire számít. Nos, a fejtetőn található a koronacsakra, aminek a színe indigókék. Illetve, bocsánat, elnézést, ez ilyen ibolya, lilás, ibolyás színű. A homlokcsakra, ami a homlokunk közepére, vagyis a harmadik szemcsakra, az az indigókék. A fejtető csakrát másképp koronacsakrának is nevezik. Ami a torokra igál, ami az egyszerű kék, az a torokcsakra. Ami a szívre irányul, az a szívcsakra, az zöld. Ami a köldökre irányul, az a citromsárga, az a napfonat csakra. Amit lejjebb a látható helyre irányul, az narancssárga színű, ezt nevezik szex csakrának, vagy szakrális csakrának. És ami legalulról, ahol a lábunk összeér, azt nevezik gyökércsakrának. És ugyanilyen színűek a médiumok által meghatározva maguk a csakrák is. Mibe különbözik elsőként ez a lámpa, ezek a lámpák sorba, azon kívül, hogy jóval nagyobb teljesítményei, mint a brazíliaiak. Egy lámpa közel akkora teljesítményű, mint egy kis bioptron lámpa. De egyébként a hasonlat azért nem sántít, mert gyakorlatilag az a nagy különbség, és az a nagy változás, és az a nagy innováció, hogy ezek a lámpák polarizált fényt bocsájtanak ki. Na most, aki nem tudná, mi az a polarizált fény, az elég, ha arra gondol, hogy a bioptron lámpák mind polarizált fényen működnek. Most képzeljenek ide 7 különböző színű bioptron lámpát. Azok egyébként magukban is gyógyító hatásúak. Na most egy polarizált fény annyiban különbözik hatásában, mondjuk gyógyító hatásában, egy sima fénytől, mondjuk egy ilyen 20 wattos halogén lámpa fényétől, annyiban különbözik a polarizált fény, mint ahogy képzeljenek egy vasdarabot, egy ekkora vasdarabot, aminek maximum annyi hatása van, hogyha rájtjuk a lábunkra, összetöri a bokánkat, vagy a lábfejünket. Ugyanakkor, ha ez a ekkora vasdarab, képzeljék el, hogy ez egy mágnes, ebben az esetben áramot lehet vele termelni, ebben az esetben motorokat hajthat, más tonnás súlyokat lehet vele emelni, nagyon jól tudják. Mágnesek vannak még a mágnesek vannak még a karóránkban is, a rádióinkban, a mobiltelefonjainkban is azok vannak a hangszórókban. Tehát annyival több célra használható, annyiban hatásosabb. Vagy képzelnek egy ekkora kis műanyag kockát. Ez ugye nem jó semmire, legfeljebb bármire. De ha ez a műanyag kocka most egy akkumulátor, vagy legyen egy akkumulátor, ami le van merülve. Nem jó semmire. De ha föltöltjük, föl lehet vele gyújtani a világot. Lehet vele készülékeket működtetni, világítani lehet. Tehát polarizáltá tesszük, lesz plusz-minusz polaritása az akkumulátornak. A mágnesnek lesz észak-déli pólusa. Ugyanígy polarizáltá lehet tenni a fényt, fénypolarizációval, és attól
van a hatalmas gyógyító hatása. Ezt, ennek már 25 éve nagyon komoly szakirodalma van a világban. Tudni kell, hogy ezek a lámpák, lámpánként szabályozható a fényerejük. És itt található 7 forgatógomb, most a zöldéhez nyúlok, és le lehet halkítani, most a zöldet látják, le lehet csökkenteni 10%-ig. 100-tól 10%-ig állítható a fénye, vagy most a sárgát, le tudom halkítani. Miért kell ezt lehalkítani? Azért, mert ha majd eljutnak odáig, kitapasztalják, akkor eljutnak egy olyan szintre a tudásba, hogy érzékelni fogják azt, hogy melyik csakrájukkal van baj. Van olyan csakrájuk, ami alul működik, és van olyan, amelyik majd fölül, mert már túl működik, akkor abban az esetben azt a csakrát le lehet csökkenteni. Annak a fényét, annak a csakrának a fényét le lehet csökkenteni. Ezekben a lámpákban is, a brazíliakhoz hasonlóan benne az optikai rendszerben, egy nagyon komoly háromtagú üvegoptika rendszer van benne, lencse rendszer, és ugyanakkor van benne egy hegyi kristály hasáb. A hegyi kristály, most nem mondok sokat, annyi, hogy aki jártas a spirituális dolgokba, hisz az ezoterikus dolgokba, az tudja, hogy egy hegyi kristály megfelelő gondolati programozással csodákra képes. Erről szól az emberiség története, a hegyi kristálynak a csodáiról, ezekben a lámpákban is be van építve egy-egy hegyi kristály szűrő. Kétféle üzemmódja van, ebbe is különbözik a brazíliaitól. Van egy olyan üzemmód, amikor folytonos. Ez esetenként, ha valakit nagyon talál zavarni esetleg a vibráció, vagy éppen neki kiderül, hogy erre van szüksége, az folyamatosan vibráltatható. A másik a vibrálásos üzemmód. Most, amit hallanak, a vibrálásos üzemmódnak a frekvenciája ezen a kijelzőn látszik. Itt egy most 8-as szám olvasható. Ez azt jelenti, hogy 8 Hz-el vibrál most a fény. És ez a 8 Hz durván a Földnek a frekvenciája. Ezt nevezik földfrekvenciának. Egy érdekességképpen elmondom, hogy az első űrhajósok nagyon komoly stressznek voltak kitéve, azon kívül, hogy nyilván amiért, hogy most ott repülnek, hanem mikor ott lenyugodtak és ott voltak tartósan, különböző betegségek, stresszel kapcsolatos betegségek jöttek náluk elő, és bebizonyosodott, hogy az a probléma, hogy ott nem érzékelhető a Földnek a nem érzékelhető a Földnek ez a 8 Hz-es földfrekvenciája. Abban a pillanatban fölvitték elektromágneses és mechanikus módon ezt a rezgést az űrhajóra, megszűntek ezek a betegségek. Ez az, aminek az előbb mondtam, hogy a barátom ilyen gyorsan elalszik tőle. Először lenyugszik, majd elalszik. Ugyanakkor be van építve két program. A két programnak az a lényege, hogy van egy félórás és van egy egyórás program. Ugye, amikor aláfekszünk, akkor még egy ilyen izgatottabb szinten vagyunk, az agyunknak a frekvenciája az olyan durván 14 Hz-es. Ha már megkezdünk alfába menni, mert ha ide jövünk, akkor már kicsit előtte megnyugszunk, alfába megyünk, 14 Hz a frekvenciára. Az automatikus program azt csinálja, hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor elkezd 14 Hz-en dolgozni a vibráció. A videó nem ugyanezt mutatja, mert a videó ott a digitális képalkotás miatt nem ugyanazt a frekvenciát adja, hanem amit lehet hallani, inkább ezt a frekvenciát így hallják. Például így is lehet hallani, majd elmondom, hogy ez miért van. Elmondom, hogy ez miért van. A program automatikusan azt csinálja, hogy az első 5 percben folyamatosan csökken a frekvencia. Én ezt most kézzel fogom léptetni. Hat,
Föld. 4. 3. 2. 1. Körülbelül 5 perc alatt lemegy egyre, tehát másodpercenként egyet fog villanni, és itt marad 20-25-20 percig. És utána visszaáll alfára. Szintén 5 perc alatt. Visszaáll arra, és gyakorlatilag kihoz bennünket ebből a mély alvás előtti állapotunkból. Ez egy automata programban, fél órás és egy órás változata is. Miért van erre szükség? Hogy kerülnek ide az agyunknak a frekvenciái, ezek az EEG frekvenciák? Úgy, hogy el kell mondanom, hogy azon kívül, hogy ez egy holisztikus, illetve azon belül, bocsánat, hogy ez egy holisztikus polarizált fényforrás, rendelkezik biofeedback fény és hang effektusokkal. A biofeedbacket tudjuk az, amit jelent. Azt jelenti, hogy vannak olyan készülékek, már sok-sok évtizede használják őket az orvosok is, amik fény, illetve hangeffektusokkal rákényszerítenek bennünket a szemünk és a fülünkön, az érzékszerveink köröztül, az agyunkat szinte rákényszerítik arra, hogy kövessék, rászinkronizálódjon, rájön arra a frekvenciára, és ezáltal eljutunk ennek ütemébe egy módosult tudatállapotba. Na most ez azért kvázi biofeedback, mert ez nem jelzi ezt vissza, csak onnan lehet tudni, hogy a barátom alszik, tehát innen tudom, hogy vissza van jelezve. De ez arra képes, hogyha ez a frekvencia folyamatos lépésekben egyre csökken, az agyunk ezt átveszi, és levisz bennünket egy ilyen mélyebb tudati szintre, majd kihoz bennünket. Ez segíti elő, ez a bizonyos hang, amit hallanak. Most átállítottam kettő, ez olyan, mint a szívdobogásuk. Ez a bizonyos hang, ez ilyen szívhangszerűre van beállítva. És ez ami nagyon-nagyon megnyugtató tud lenni. De ezt más frekvenciára is lehet állítani. Ugyanis a nagyon komoly irodalma van annak, hogy különböző betegségeket, különböző hangfrekvenciákkal, különböző hangszínű dolgokkal lehet gyógyítani. Távol-Keleten ennek sok-sok ezer éves irodalma van. Gondolok itt például arra, hogy lehet, hogy hallottak már olyan zenéket, hogy azt mondják, hogy om, ilyenek ez az om és egyebek. De különböző frekvenciák, különböző betegségeket képesek gyógyítani, főleg ha hisz benne, és főleg, hogyha gyakran aláveti magát ennek a kezelésnek, az ilyen kezeléseknek. Éppen ezért be van építve egy hangszínszabályzó, amit esetleg, ha későbbiekben már nagyon belegyakorolta magát a kezelő, és nagyon kitanulta magát ennek a szakirodalmát, akkor arra a betegségnek a specifikus gyógyító frekvenciára tudja ezt a biofeedback puttyogást állítani, figyeljék meg. Van, akinek amúgy is ez a szimpatikus, valamiért erre rezonál a lelke, ezt szereti. Ez gyakorlatilag 50 Hz-től, amit most lehet, hogy nem is hallanak, 50 Hz-től 500 Hz-ig állítható ez a frekvencia. Mondanom se kell, hogy a vibráció, a fény vibráció és a hang vibráció, amit látják, is abszolút szinkronban vannak. Az egyes frekvenciákat a kijelző mutatja. Most például, hogyha magasabb frekvenciára állítok, mondjuk a 8 Hz frekvenciára, még ott is bemutatom, tehát gyakorlatilag meg kell különböztetni ez, hogy milyen gyorsan vibrál a lámpa, és ez a puttyogás, milyen szapora, ez a biofeedback
kvázi biofeedback frekvencia. De hogy mit ültetünk rá, milyen hangszín, az már betegség specifikus. Tehát most a 8 Hz-et fogják hallgatni másmilyen frekvenciával, másmilyen hangszínben. És a gyógyító hangszínekről. A hangerő is szabályozható. A hangerő is szabályozható. Például. Egészen levehető szabályozható. Sőt, ami érdekes, hogy ez nem csak így, most csak elsősorban a film kedvéért, de egyébként is van, aki így szereti, van úgy megoldva, hogy egy külső erősítőn keresztül van kihangosítva. De itt van ez a bizonyos felhallgató, fölteszik a felhallgatót, itt ez a bizonyos felhallgató, amivel a páciens, a kezelt páciens gyakorlatilag kizárja abszolút a külvilágot. Ez főleg akkor, ha a kezelőhely olyan helyen van, ahol esetleg külső környezeti zaj is behallatszik. Tehát továbbiakban így is lehet használni. Mindent látták az elején, hogy Lacinak fönt volt a napszemüvegje. Ez nem azért, mert bármi bántó lenne, de lehet, hogy valaki zavar itt a homloka körül, van ez a vibráló fény. Lehet, hogy valakit zavar a fény vibráció. Ő föltelt egy napszemüveget, vagy egy ilyen szemmaszkot. Körülbelül első körben ennyi. Még valami az öltözékről. Lehet, hogy akik már jártosak a Bioptronban, azt mondják, hogy kamu az egész csalás, mert Laci föl van öltözve, a biopolarizált fény nem megy át. Nem megy át a ruhán, ez természetes. Mert nem mindenkinek van szüksége, nem mindenki akar a polarizált fénybe is fürödni, mert arra majd itt lesz ez a készülék, ami hatalmas teljesítménnyel tudja a fénypolarizációt végezni, akár közben is, majd erről fogok beszélni. Mert valaki vagy pedig egyszerűen fázik, vagy egyszerűen szemérmes, nem akar levetkőzni. Annak ez a könnyű fehér ruha a csakrák ugyanúgy érzékelik. Tehát a csakráknak a stimulálására és a harmonizálására, az agyhullám, a szinkronizálására ugyanúgy megfelel, ha ez egy könnyű fehér ruhán is. Ugyanez érvényes ugye a szemüvegre, ha valakit zavar, akkor ez. De ha polarizált fényt is akarjuk, hogy hasson egyúttal, mert mondom, ez 7 darab kis Bioptron lámpának felel meg, ami elég nagy hatással tud lenni a szervezetünk biológiai gyógyulására is, akkor viszont le kell vetkőzni. Amikor maximum egy fürdőnadrág, ahogy ezt mindjárt látni fogjátok, vagy a hölgyeknél maximum egy bikini van fönt.